Idén 70 éves a CERN, vagyis az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet. A CERN-t a II. Világháború után 1954-ben hozták létre Svájcban, a francia határ közelében. A laboratórium célja, hogy részecskegyorsítókat biztosítson a fizikai kutatások számára, különösen a nagy energiájú, illetve az atomi szintnél kisebb részecskék vizsgálatához, elméleti feltevések empirikus igazolásához. A CERN-nek köszönhető az antianyag létének fizikai igazolása és számos részecske fizikai felfedezés is, sőt a World Wide Web is innen indult világhódító útjára. A létesítmény számos szempontból különleges hely, melyről legtöbbünknek a nagy hadronütköztető jut először eszébe. És nem véletlenül. Fizikai méreteit illetően jelenleg ez a legnagyobb eszköz a laboratóriumban. Ez egy föld alá épült 27 km átmérőjű körgyűrűben működik, mely eredetileg a 2000-ben leállított nagy elektron-pozitron ütköztető kiszolgálására készült. Ebben az atomnál kisebb részecskéket ütköztetnek, és figyelik meg viselkedésüket. Azért, hogy az eredményekből újabb következtetéseket lehessen levonni az anyag természetére vonatkozóan. Érdemes külön említeni a Higgs bozont vagy Higgs részecskét, mely a hadronütköztető egyik első nagy eredménye volt 2012-ben, és később fizikai Nobel-díjat is ért. A létesítménynek jelenleg is több ezer alkalmazottja van, többségük részecske kutatással foglalkozó szakember. Magyar kutatók 1992 óta vesznek részt a munkában. A jubileum kapcsán gazdag programot állítottak össze, annak érdekében, hogy tisztelegjenek a CERN 70 éve előtt, amelynek csúcspontja egy hivatalos ceremónia lesz október 1-én.